Ez a 90.9 Jazzy, a vonalban dr. Almási Kitty, klinikai pszichológus. Üdvözlöm, kedves Kitty, szép napot kívánok! Szép napot kívánok én is! Kitty, szeptemberben lesz egy nagyszabású rendezvény, több előadóval is, és ha jól tudom, akkor ez a rendezvény ez a válásról szól, arról, hogy hogyan lehet stabilnak maradni válás közben. Az ön előadásának a címe pedig az, hogy veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Hogyan lehet a válást, hát nem is tudom, még furcsa kimondani is, nyereségessé tenni? Tulajdonképpen abból indul ki ez a cím, ez egyébként egy könyvfejezetnek a címe, és innen jött az ötlet, hogy ennek az előadásnak is ez legyen a címe. Az a nézőpont van előtérben, hogy azt tapasztalom, hogy amikor az emberek óriási krízis helyzetbe kerülnek, akkor kénytelen, kelletlen olyan erőtartalékokat kell, hogy előkutassanak magukból, amiket egyébként nem hasznosítanának, hogyha egy ilyen komfortzónában élnék az életüket. Tehát tulajdonképpen, amikor akár a válláson, akár egy anyagi veszteségen, bármilyen nehéz időszakon keresztül megyünk, akkor ugye nem azon gondolkozunk, hogy valami kellemes vagy nem kellemes, hanem egyszerűen a szükség szerint mindenfajta olyan erőforrásunkat felhasználjuk, ami jól jöhet, és tulajdonképpen a nyereség az ebből, hogy rájövünk arra, hogy jóval többet kibírunk annál, mint amit sejtettünk, és jóval erősebbek vagyunk annál, mint amit hittünk magunkról. Így van, és akkor ez valóban egy pozitív nyereség lehet. Erről, amit elmondott, eszembe jutott egy történet, miszerint bizonyos keleti országokban a depressziós embereknek jó nagy terheket adnak, tehát nem azt mondják nekik, hogy pihenjenek, feküdjenek, kíméljék magukat, hanem épp ellenkezőleg megterhelik őket feladatokkal, hogy megérezzék az erejüket. Ilyesmiről van szó itt is? Így van. Lehet ez terápiás szempont is, tehát amikor szándékosan csinálunk egy ilyet, de hát azért az élet mondjam, nagy segítség abban, hogy segít azért minket ilyen szempontból, azért nem nagyon ismerünk olyan embert, akit valahogyan ne állítana valami kihívás elé az élet. Úgyhogy ezek nagyon váratlanul jönnek, de valóban a mindenfajta olyan kihívás, ami valami komoly munka elé állít minket, az eltereli a figyelmet a tehetetlenség érzésünkről. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ugye én a sajnálatot, a pátyolgatást, együtt sajnálkozást, ezt nagyon-nagyon hátrányos dolognak tartom, ugyanis hogyha valakit sajnálunk, akkor ugye felerősítjük azt a részét, ami ugye arról szól, hogy valamivel nem tud megküzdeni. Tehát tulajdonképpen lehúzzuk, gyengítjük őt ezáltal. Az, amikor azt mondjuk, hogy nehéz neked most, te hiszem, hogy te ezen túl leszel, hiszem azt, hogy megküzdesz ezzel, azzal pedig erősítjük az illetőt, és ez nem egyfajta empátiátlanság vagy érzéketlenség, hanem egy olyan fajta folyamat, amit a pszichológiában a Pigmalion effektusnak hívunk, ahol azt tapasztaljuk, ha belelátjuk valakibe az erőt és a fülemelkedést, akkor jóban nagyobb erővel valóban, vagy eséllyel valóban képes lesz arra. Uh-huh. Tulajdonképpen akár azt is ki lehet jelenteni, hogy a krízisek, tragédiák, az élet látszólagos veszteségei során igazából mi fejlődhetünk? Tehát ez szolgálhatja a fejlődésünket? Abszolút mértékben így látom, sőt, hát, hogy akik hozzám kerülnek, azért 90%-ban akkor keresnek meg, amikor valami borzasztó nehéz időszakot élnek át, és mindjárt az első pár alkalommal azon szoktunk dolgozni, hogy átkeretezzük ezt a helyzetet, és a tragédia helyett egy óriási lehetőségként tartsuk ezeket számon, hiszen mindig azt szoktam mondani, hogy íme egy lehetőség, ahol megfejlődhet valaki valami nagyot az életében, és följebb léphet egyet ebből a szempontból, az önismeret szintjén, az önértékelés szempontjából. Tehát ugye az önértékelés abból a szempontból jön szóba, hogy ha valami nagy dologgal megküzdünk, akkor fogjuk azt érezni, hogy még jobban becsüljük magunkat. Uh-huh. Mi a helyzet azokkal, akiknek az élete látszólag sima vágányon halad? Akkor ők nem fejlődnek? Hát alapvetően egyébként mondhatom ezt, tehát nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy az olyan emberek, akik nagyon nagy komfortzónában élnek, tehát gondolk itt arra, ahol nagyon támogató a család, ugye ez a hétköznapi kifejezéssel élve, akik alá mindent alá tesznek. Nem kell megküzdeniük semmiért, valahogy hiányzik egyfajta mélység belőlük, mindig ezt szokták megfogalmazni az emberek, hogy valami mélység hiányzik belőlük, és azok az emberek, akik meg valami nagy krízisen keresztül mentek, ott érzik az emberek, hogy valami mélyebb réteggel is kapcsolatba lehet kerülni. Tehát egyszerűen ez abból fakad, ahogy én tapasztalom, hogy aki nem kerül krízishelyzetbe, saját magával nem ismerkedik meg elég nagy mélységben, és ezért nem tudja azt másoknak sem
hát oda kínálni. Uh-huh. Akkor a krízis helyzeteket valójában egy óriási nagy lehetőségnek kell tekinteni, és hálával kell rá gondolni? Teljes mértékben, hát tulajdonképpen az, aki így ezt át tudja fordítani magában, és milyen krízis helyzetben meg tud találni valamit, ami miatt azt szereti, és értékelés tulajdonképpen hálás azért, az azt gondolom, hogy nagyon nagy nyertes lesz a végén. Kitti, én azt hiszem, hogy már most a szavaival is erőt adott nagyon sok hallgatónknak. Örülök, ha így van. Köszönöm szépen. Szeptemberben pedig lehet találkozni önnel is a Mások vagyunk, mások lettünk című rendezvényen, amely a válás témakörét járja körbe, és azt, hogy hogyan tudunk nyerességgel kijönni a válásból. Nagyon szépen köszönöm, Kitti. Én is köszönöm szépen. Dr. Almási Kitti klinikai pszichológussal beszélgettem itt a Jazzin.